Ez egy baláfüléhöz hasonló tészta, csak resztelt krumplival van megtöltve. A számos jellegzetes sváb étel mellett az úgynevezett zsidóbatyút is megkóstolhatták azok, akik ellátogattak a Gyönki Német Nemzetiségi Egyesület idén első alkalommal megszervezett családi napjára. Az eseményre a környező települések nemzetiségi csoportjai is meghívást kaptak, ők színpadi műsorral is készültek. Kemler Imréné elmondta, hogy hagyományteremtő szándékkal rendezték meg a programot. Kicsit összekovácsolni a településen, meg a, úgy ismerkedni más kultúrával is, ugye a dunaszekcsőiek is másfajta táncot táncolnak, Gyönkön nincs vagy zenekar, fúvós zenekar, halljunk élőbe. Évente egyszer az Egyesület azt szeretné, hogy élőben halljunk fúvós zenét. A Parhanton a település vezetés a Német Nemzetiségi Önkormányzattal közösen immár harmadik alkalommal szervezte meg programját, amely Nagy Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódik. Augusztus 15-én ugyanis a katolikus egyház Szűz Mária halálát és mennybevételét ünnepli. Az esemény ünnepi szentmisével kezdődött, ennek során gyógynövény szentelésre is sor került, amelyeket a Nemzetiségi Önkormányzat tagjai gyűjtöttek közösen. Ebből több mint 250 csokor készült. Régi hagyomány szerint otthon haza szoktuk vinni, föltesszük a padlásra, vagy valóban fölfüggesszük, és akkor megvédi a családot a betegségtől, villámlástól. Ez a hagyománya ennek a szokásnak, és ezt szeretnénk tovább ápolni, föleveleníteni. A rendezvény további részében pedig szeretett vendégséggel várták a résztvevőket.